Sziasztok! Mivel ígértem nektek egy olyan videót, melyben mesélek egy kicsit a karácsonyozásunkról, a készülődésről és a végkimenetelről, ezért tessék itt a videó. Egy pillanat, csak lenyomítom a telefont. Nem kell neki fölöslegesen szövegelnie. Nálunk a karácsonyozás az úgy szokott történni, mivel van még egy kicsi lány nálunk. Ő még úgy gondolja, úgy hiszi, úgy tudja, hogy van Jézuska. Tehát meglepetésszerűen kell adnia a dolognak. Amit úgy szoktunk megoldani, hogy a karácsonyfa díszítés az akkor történik, amikor a kislány alszik. Másnap reggel, vagy aznap még, hát attól függ, de inkább másnap, mert hát ugye napközben a gyerekek nem alszanak. Szóval másnap, ugye reggel meglátja, hú, de jó boldogságban, de ez nem 24-ére esik, hanem kicsit korábban, és akkor hát utána ugye jönnek a díszítések, a sütés, főzés, anyu bevonul a konyhába és kiseljen 3 napig, vagy több napig. Aztán ugye rengeteg kaja, sütemény, iszonyat sok mindent. Veszünk egy kis bort, hogy legyen valami kis felnőttes itóka, veszünk üdítőt, meg hát víz. Nem tudom, hogy jobban szeretem, de néha megiszom az ilyen boltban vett dolgokat is. Mint ide a kólát, de hát azt nem szabad, mert egészségtelen. Aztán ugye megvan a kaja, megvan a karácsonyfa, jöhet az ajándékozás, ami úgy szokott történni, hogy az ajándékokat akkor pakoljuk a fa alá, amikor a kislány nincs a közelben, az unokahúgom, és aztán csöngetünk, és mindenki meglepődik. Egyszer volt egy olyan karácsonyozásunk, amikor a nővérem megviccelt mindenkit, hamis ajándékokat csomagolt be, sok ideje volt, ami úgy nézett ki, hogy valaki banánt, valaki WC papírt, valaki ilyen olyan vicces dolgot kapott, használt papucsot, és hát persze a kislány kicsit kiakadt, volt sírás, rívás, de végül is aztán megkapta mindenki a magáit. Úgyhogy, utána nem, de igen, várjatok csak. Amikor ajándékozás előtt, amikor ajándékozás után van az étkezés. Étkezésnél az egész família beül a családi asztalhoz, és ami-hami. Mi szokott lenni a kaja nálunk? Szoktunk halat enni, ugye ehhez tartozik egy kis ízfokozó, ami azt jelenti, hogy krumpli saláta, rizs. Halat úgy szoktunk, hogy vagy ezt a előre legyárt, tudjátok ezeket a kis kroketteket, vagy milyen francnak hívják, vagy pedig szálkamentes halat szoktunk vásárolni. Hát általában rántott hal szokott lenni, akkor szokott lenni még, hát volt már olyan, hogy krumplipüre, de elvétve. Akkor csirkecomb, csirkecárny, csirkeszárny, nem cárny. Igen, egyéb hasonló finomságok, beiglit azt nem szoktunk, mert hát ezt inkább veszük, azzal nagyon sok a munka, anyukám azt már nem bírja, ő inkább ilyen diós kifliket szokott csinálni, meg tojáskockát, ami hazai különlegesség, aki akarja tudni, hogy milyen az, vágódjon be nálunk és jöjjön és kóstolja meg. Egyébként egy ilyen kávés, krémes történet.
kutyája, már így is sokat mondtam róla. Vannak olyan emberek, akik szerencsével járnak és kapnak belőle, de hát vannak, akik nem. Bizony a családtagok kapnak, haha, szóval, ja, igen, az nagyon jó tud lenni. Két pofára, sajnos, a dagadtságnak jót tesz. Itt is mondhatnék még, kaja, pia, ajándék, ennyi, és utána mindenki elvonul. Vagy pedig kipróbáljuk a dolgainkat, amiket kaptunk, megmutatjuk egymásnak, örülünk, virulunk, megkérdezzük, hogy miért ezt, miért azt. Nagyon más nem szokott történni. Ugye a 25-én családtagok jönnek, és igazából ennyi, nem visszük túlzásba. Hát jó, szerintem ennyi egyébként, mert ennyi, nincs több, nincs megállás, de most lesz a megállás, ugyanis szerintem ez a videó ennyi lett volna. Remélem tetszett a legutóbbi videó, amiben interjúztattam unokaöcsémet. Ilyen videót fogok még készíteni. Ha tetszett, lájkoljátok ezt a videót is, hozzátok meg nyugodtan, véleményezzétek, mondjátok el, hogy mi volt jó, mi nem volt jó. Ha gondoljátok, adjatok tippeket, hogy mit szeretnétek meglátni, kivel csinálni az interjút. Szóval ezt rátok bízom. Majd még jelentkezem szerintem. Örülök, hogy itt voltatok. Legyen szép estétek, illetve a napszakhoz illően napotok. Sziasztok!